Még februárban Sárbogárdon fogták el a 44 éves dílert, a lakásán rengeteg kábítószert találtak, valószínűleg Tolna megyei vevői is voltak, ezért tárgyalják majd az ügyét az országnak ezen a részén. A férfi évek óta árulta a drogot. Körülbelül 3 éven keresztül különböző személyeknek kábítószert értékesített, főként amfetamint. A személyek, a vásárlók az előzetes megbeszélést követően a férfi lakásán vették át általában a kábítószert, amit ő ott helyben kimért és készpénzért értékesített a vevőknek. A kábítószer kereskedelemmel gyanúsított férfi azóta letartóztatásban van. Most arról döntött a bíróság, hogy ez további 3 hónapra így is marad. Ha ugyanis szabadlábra helyeznék, befolyásolhatná a nyomozás eredményességét. Az ügyészség álláspontja szerint az ő esetében továbbra is fennállnak a letartóztatás általános és különös okai, hiszen őt az elfogását követően őrizetbe vették, a bíróság letartóztatásba helyezte, most pedig mindenben egyetértve az ügyészi állásponttal a nyomozási bíró meghosszabbította ennek a letartóztatásnak az idejét. A férfi 20 évet vagy akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat, ha bebizonyosodik, hogy valóban éveken keresztül árult kábítószert.